Köszöntöm a Külcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bejutott a Hepkupa 4-es döntőjében Nyíregyháza Blue Sharks. Törökország után ismét hazai környezetben készül a Spari. Visszavágott a Debrecennek a nyíregyházi kosársulé. Sérüléssel bajlódik az olimpikon gyalogló Helebrant Máté. A listavezetőtől kapta ki a Sunshine Nyíkse kosarasai. Öten képviselték a csengeri csapatot a futszáliga válogatottban. Bejutott a Hepkupa 4-es döntőjébe a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cárpák kedden a negyed döntőben a Hódmezővásárhelyt fogadták, és végigvezetve magabiztosan 87-67-re verték ellenfelüket. Először is szeretnék gratulálni a Hódmezővásárhelynek, nagyon szépen teljesítettek a kupasorozatba, de az pekjük az volt, hogy ma hozzánk látogattak. Nagyon motivált volt a csapat, több fiatal játékos is mondta, hogy hát igaz, még ők nem voltak ilyenen, én is azt hiszem 6 vagy 7 évvel ezelőtt szerepeltem utoljára a kupadöntőbe, ami igaz, hogy ez egy B-sebb kupadöntő, de nagyon nagy szó, úgyhogy extra motivált volt a csapat, és örülök, hogy nyertünk. Minek köszönhető a győzelem? Talán annak, hogy minden negyedet nagyon jól kezdhetek pontokkal. Igen, úgy érzem, hogy összeszedett volt a taktikánk, és el tudta viselni a csapat azokat a hibákat, ugye a ki nem kényszerített hibákat, amiket vétettünk, viszont rögtön ki is tudtuk javítani. Illetve úgy gondolom, hogy a harmadik negyed végére a 15-20 pontos előnyt tudtuk tartani, és valahol egy kicsit megtörtük az ellenfelet. A negyedik negyed szinte már csak úgymond az idő lepergetése volt. Úgy éreztem, hogy a Vásárhely már nem motivált, nem akarnak ezért a mérkőzésért küzdeni. Mi viszont az utolsó pillanatig koncentráltan, fegyelmezetten játszottunk, mind a fiatalok is az utolsó pillanatokban, úgyhogy ennek köszönhetjük a győzelmet. Maga teljesítményével mennyire vagy elégedett? Nagyon örülök, hogy jobban teljesítettem, mint az elmúlt két mérkőzésen, de nem lehetett volna ilyen teljesítmény a csapatmunka nélkül. Úgyhogy úgy érzem, hogy kellően kiszolgáltuk most egymást. Megvolt az úgynevezett balansz az alsó poszt és a betörések, illetve a dobások között. Mindenki hozta a magáét, sőt többen extrát játszottak. Én úgy gondolom, ez volt a kulcs. A Hepkupa 4-es döntője február közepén lesz Győrben, már azt is lehet tudni, hogy a tehetséges fiatal Budapest csapatával játszátok az elődöntőt, gondolom most már nem szeretnétek itt megállni. Hát én úgy gondolom, hogy ha már az ember egy 4-es döntőbe eljut, nem lehet más cél, csak a döntőbe jutás, a döntőbe pedig az első hely megszerzése. Nem ismerem ezt a csapatot, de föl fogunk készülni, és mindenféleképpen megpróbáljuk a legjobb teljesítményt kihozni magunkból. Személy szerint nagyon örülök neki, hogy Győrben vagyunk, és nagyon örülök, hogy bejutottunk a négy közé. Ezzel a kupa sikerrel valahol azt lehet mondani, hogy visszavágott a csapat a Hódmezővásárhelynek a bajnokságban elszenvedett vereségét. Szombaton a Debrecen érkezik, ellenük is van miért visszavágni. Milyen meccsre számíthatunk? Igen, hát a Hódmezőnek majd a bajnoki visszajátszás lesz az igazi kulcs, hogy visszaszerezzük azt az előnyt, amit elvesztettünk velük szembe. Illetve a Debrecennel ugye egy kiki meccset játszottunk, a végén 7 pont lent közte. Azóta nagyon átalakult a Debrecen, sokkal másabb csapat fog érkezni, mint akikkel játszottunk, de én úgy gondolom, hogy ha ugyanezt a fegyelmezett, gyors és koncentrált játékot hozzuk, akkor van keresni valunk. A törökországi edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartakusz. Weber György vezetőedző valamennyi játékosára számíthat, nincs sérült a keretben. Minden tervezett munkát el tudtunk végezni maximálisan. Nagyon nagy pozitívumok voltak, ugye ideális körülmények, és a csapat minden egyes tagja az elsőt az utolsó percig 100%-osan végrehajtotta az edzést, tehát egyetlen egy percet senki semmilyen sérülés vagy egyéb ok miatt nem hagyott ki. Ez szenzációs, mert gyakorlatilag egyforma erőállapotban leszünk, és reményeim szerint nagyon jóba. Most visszacsöppenve pedig, hát hál' Istennek azért a műfű adta lehetőségeket ki tudjuk használni, úgyhogy itteni körülményekhez képest ideális ez a terep, úgyhogy remélem nem lesz, amíg visszautazunk havazás, mert ma is el tudtuk végezni maximálisan a tervezett munkát.
Most már jönnek a felkészülési mérkőzések. Mi a célja az első három vagy négy meccset játszottak a következő túráig ezeknek a találkozóknak? Így van. Hát itt most már elsősorban most ugye az első mindjárt szombaton még a terhelést. Tehát fél időt fog játszani két teljes sor, de ezen belül már nincs appelláta, amivel gyakoroltunk már rengeteget bizonyos védekezésbeli dolgokat, tehát az azonnali visszatámadást és tényleg a nagyon feltolt védekezést az ellenfél térfelén elkezdve. Ezt már az első mérkőzéstől számon fogom kérni, és hát lépésről lépésre fogunk haladni. Nyilván majd jönnek a támadásvezetések, jönnek a pontrugások, de erre még rengeteg időnk van, úgyhogy most az első három mérkőzésnek az a célja, hogy mérkőzésterhelést kapjunk, és ezeket elkezdjük, ezeket a letámadás gyakorlását, meg a védekezési elemeket. Kinti mérkőzéseken pedig már konkrétan, ugye nemzetközi meccsek lesznek, ott gyakorlatilag már teljesen kihegyezve a bajnokságra, ott már kevesebb csere lesz, tehát ennek a három meccsnek az is tulajdonképp a célja, hogy minden posztra véleményem szerint most két játékosunk van, tehát az első pillanat az utolsóig koncentrált kell legyen mindenki, mert ezek már mértékadó dolgok, tehát itt ez már arról szól, hogy esetleg a kinti finomító munkába ki az első számú jobbek, ki az első számú balszélső, tehát van tétje a játékosok számára már a szombati edzőmeccsnek is. Ettől függetlenül úgy, hogy megvan a szükséges rivalizálás, látszott az edzés, hogy nagyon jó hangulatban dolgoztak a srácok. Hát erre büszke vagyok, megmondom őszintén, mert nagyon jó érzés úgy jönni nap, mint nap, mind az öltözőbe, mind a pályára, hogy a kőkemény munka közepette is jó hangulat. Erre is nagyon-nagyon jó volt ez a tábor, hogy egy csapat egység kovácsolódik, nagyon komoly kohézió van, akár a rivális posztokon szereplő játékosok is borzasztó jó kapcsolatban vannak. Ez jó dolog, és ami még nagyon jó, azért volt a meleget edzőtáborban, 5-6-7 nap után, amikor komoly terhelés volt, meg komoly összezördülések is voltak annak idején, főleg az én vezényletemmel, de hál' Istennek ez a csapat, ez most erről nem tett semmiféle tanúbizonyságot, úgyhogy ha ez így marad, akkor egy nagyon komoly csapategység is kialakuló félben van, ami ugye a teljesítményt még esetleg pozitív irányba lökheti. Milyen volt a törökországi tavaszból visszacsöppenni a magyarországi télbe? Hát ugye nem indult túl jól a túránk, már ugye Isztambulba a hóesés miatt egy nappal később tudtunk csak indulni, de tudtunk alkalmazkodni ehhez a helyzethez is, úgyhogy Szigetszentmiklóson tudtunk egyet edzeni, aztán másnap ugye útra keltünk. Hát tartalmas volt, nagyon én úgy érzem, hogy megérte mindenféleképp. Azért egy olyan pályán tudtunk edzeni, amin majd ugye fogjuk játszani a bajnoki meccseket is jó időben, tehát az azt jelenti, hogy ilyen 6-10 fok körüli időbe, és azért teljesen más tudunk magunkból akkor kihozni, mint egy mínusz 10, vagy amilyen idők vannak most itt Magyarországon ahhoz képest, tehát nagyon jó. Te sérüléssel bajlottál, ősszel milyen állapotban vagy? Jövök vissza, én azt mondom, hogy közel 100%-os állapotban vagyok, persze most ezt végül a felkészülés közepén nem lehet kijelenteni, de jó irányba haladok, úgyhogy tavasszal remélem egy nagyon jó Máté Pétert fognak látni. Nem volt jelentős mozgás, szinte minimális mozgás volt a játékos keretben. Mekkora előnyt jelenthet ez tavasszal, hiszen gyakorlatilag nem kell új embereket bővíteni, és összeszokott a társaság? Hát igen, hangulatban összeszokottak vagyunk, azért ugye, mint ahogy én is sérülésre bajlódtam, volt még egy-két ember, aki most így a felkészülésre tért vissza, úgyhogy van még mit csiszolnunk, de igen, tehát akkor a játékos mozgás, hogy érkezők nem nagyon voltak, egy-két távozó kivételével. Én azt mondom, hogy ebből is ki kell hoznunk a maximumot, úgyhogy erre törekszünk most az edzéseken. Visszavágott a Debrecennek eddigi egyetlen vereségért a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese 81-63-ra verte a szomszédvár csapatát. Erre a mai mérkőzésre keményen készültünk, koncentráltunk, megpróbáltuk azokat a dolgokat gyakorolni, amit ugye az előző mérkőzésen a Debrecen esetleg jobban csinált, és amiben belefutottunk, tehát az elzárásokba. Ugye természetesen nem tudtunk készülni a Vida Panka ellen, mert ugye ő ezen a mérkőzésen játszott először a Debrecen színeibe, tehát ugye az ő játékát azt meg kell ismerni, tudni kell, hogy merre lép, mit csinál. Én úgy gondolom, hogy azért ahhoz képest egészen jól oldottuk meg ezt a feladatot, tehát nem volt egyszerű feladat. Ugye a végén ez egészen belejött itt a pontgyártásba, tehát gyakoroltunk minden szempontból védekezést, és ami azt gondolom, hogy a csapat erejét mutatja, hogy azért betegségből jöttünk ki, sérülésekből, ápol, vagy
próbálunk kilábalni, tehát nem egyszerű, itt az utóbbi 2-3 hetünk azért arról szólt, hogy a sérülteket ápolgassuk, a betegeket próbáljuk meg meggyógyítani. Én úgy gondolom, hogy most a kispadról beszálló kadettjeink jól szálltak be a mérkőzésbe, pontokat tudtak dobni, sok esetben a védekezésben is ott voltak. Az egy más dolog, hogy ezt a kemény, agresszív védekezést, ezt a testestelen játékot nem minden esetben tudták még megoldani, de hozzáteszem, hogy még mi se sok esetben. El vagyunk talán kényelmesedve, hogy sajnos ugye ott a palánk alatt is kaptunk olyan fautokat, hogy alapvetően faut volt, de engedték a játékvezetők ezen a mai napon ezt, és ez ha jobban kellett alkalmazkodni. Fogjuk gyakorolni, hogy ilyen szituációsa okozza nekünk gondot és problémát. Én úgy gondolom, hogy a lányok maximálisan megérdemlik a dicséretet, egységben, közösen dolgoztak. Ugye természetesen volt nekik egy felajánlás, hogy amennyiben mérkőzés nyernek, akkor túrótól, tehát kapnak, tehát a mérkőzés végén ugye ez volt a nagy csatakiáltás. Túlléptünk saját önmagunkon, én úgy gondolom, hogy ennek kezdve ebből már csak építkezni lehet a továbbiakban. Adhat ez a győzelem olyan lendületet, ami kitarthat akár az alapszakasz végéig, magyarul lehozzátok a hátralévő meccseket veretlenül? Nem tudom, tehát az tény is való, hogy ez a mérkőzés most ugye nagyon, nagyon jól jött. Tehát ugye ahhoz, hogy itt a következő mérkőzéseink is meglegyenek, ahhoz én úgy gondolom, tovább kell azt a munkát végezni, amit elkezdtünk, azért keményen kell dolgozni. Én úgy gondolom, van még mit javítani, tehát ennek a 2-2-k védése, tehát ezek a labdás elzárások, ezek nem mindig úgy alakulnak, ahogy azt mi szeretnénk. Meg hát ugye azért a kinti dobásaink is azért sok esetben azért gondot okozott, de én nagyon bízom abban, hogy ez a mostani győzelem azért ez megalapozza a továbbiakat, és hogy olyan mérkőzések fognak most következni, mi remélem, hogy biztos sikerrel fog zárulni, és ugye elindulunk a HEP Kupa országos döntőjére, ami a hónap végén van, és nagyon remélem, hogy onnan is egy érdemmel fogunk tudni hazatérni. Ha már a HEP Kupa, szeretétek volna megrendezni a 4-es döntőt, a szövetség végül úgy döntött, hogy a fővárosban lesz a finálé. Mekkora csalódás ez? Óriási csalódás, tehát mi nem sok rendezvényt szoktunk megpályázni, főleg azért, mert ugye ez az edzésközpont, ez egy szenzációs lehetőség, viszont a nagyobb nézőszám befogadására ugye nem alkalmas. Tehát ahhoz itt az nagyon sok mindent meg kell úgy oldanunk, és nagyon toppon kell lenni a szervezésben mindenben, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, de megpróbáltuk, mert én úgy gondolom, hogy a városnak, a nálunk kosárlabdázó gyerekeknek és azoknak az embereknek, támogatóknak, akik bennünket támogattak eddig is a kosárlabda pályafutásunkban, azok megérdemelték volna egy ilyen országos döntőn szerepeljen a csapat, esetleg, hogyha sikerült volna, hogy akkor élmet is szerezzen. Sajnos a Beac csapata ez egy kevéssel többet ajánlott, mint mi, tehát ő beajánlotta azt is, hogy a csapatunknak kifizeti az étkezési költségeit. Természetesen mi is bevállaltuk volna, ha tudjuk, hogy annyira sok mindent kell betenni. Tehát mi is vállaltunk már, amit csak lehetett, mindent bevállaltunk. Ez a pici pont volt az, amit ugye hibáztunk talán abban, hogy nem mindent vállaltunk be, és ezért nem kaptunk ezt a rendezést. Nagyon szomorú vagyok, nagyon sajnálom, de ettől függetlenül megyünk föl Pestre, és megpróbálunk mindenféleképpen éremmel hazatérni. Az egyetlen vereségeteket a Debrecentől szenvedtétek el még a bajnokság elején. Jelentette ez plusz motivációt a meccs előtt? Igen, jelentett. Ugye a bajnokság elején 2 pontos vereséget szenvedtünk ellenük, ez nagyon rosszul érintett minket, és azután a mérkőzés után megváltoztattuk az edzés stílusát is, és sokkal komolyabban vettük az edzéseket, és azt hiszem ez most kis fizetődött. Milyen volt a mérkőzés a pályán, hiszen a Debrecen egy volt válogatott játékos, a Vidannával erősödött, amióta legutóbb találkoztatok? Igen, erősödött valóban a játékuk, sokkal nagyobb ritmust vettek fel. Igazából szerintem nagyon jól éreztük magunkat a mérkőzésen, koncentráltan játszottunk, és ez meg is látszott az eredményen. 29 ponttal közte 6 triplával te voltál a mezőny legeredményesebb játékosa. Mi járult hozzá ez a jó teljesítményhez az extra motiváción kívül? Egyértelmű a csapatjáték, hiszen ez nem egyéni teljesítményen múlik. A csapatársaim 100%-ban ott voltak mellettem, illetve én is segítettem nekik, és a csapatmunka eredménye. A rangadókat a Szeged elleni meccs kivételű idehaza játszátok, elképzelhető, hogy ki lehet húzni a bajnokság végéig ezzel az egy mostani vereséggel? Azon vagyunk, ez az egyértelmű, mindent megteszünk érte. Nem utazott el a tervezett portugáliai edzőtáborozásra Herebrandt Máté, a 2-szeres olimpikon nyíregyházi gyalogló, aki leszinsérüléssel bajlódik, így az idén még nem tudott edzeni.
Sajnos egy sérülés átáradhatja a felkészülésemet. Az ünnepek után összeszedtem egy kis Achilles sérülést. Hát nem kicsit, most már kezd úgy tűnni, hogy egy kicsit komolyabb. Begyulladt a bal Achilleszem, és emiatt vagyok kénytelen kiadni már több mint 2 hetet. És úgy látszik, hogy a jövő heti portugáliai edzőtábor is így elúszik. Hát most próbálunk megoldást találni rá. Már voltam 1-2 orvosnál, de úgy tűnik, hogy hát nem javul a helyzet, szóval még gyógyulgatok. Az október, november, decembert végig dolgoztad, milyen formában voltál a sérülés előtt? Az edzőmmel, Józsibával úgy folytattuk, ahogy abbahagytuk, nagyon jó és kemény edzéseket csináltunk az ősszel. Nagyon sokat edzőtáboroztunk Tatán, aminek meg is volt az eredménye, mert tényleg nagyon jó formában voltam. Még az ünnepek közben is edzettünk. Ezért sajnálatos, hogy most lesérültem, mert a februári, illetve márciusi versenyeken nagyon jól tudtam volna szerepelni, de így kénytelen leszek ezeket kihagyni. Milyen versenyeket érint? A február végi fedett pályás országos bajnokság, illetve a márciusi Dudince 50 km-es országos bajnokság, ahol szerettem volna egy országos csúcsot, illetve egy egyéni csúcsot gyalogolni. Így ez majd marad a londoni világbajnokságra, ami majd augusztus végén lesz. Szerencse a szerencsétlenségben, ugye, hogy nem az olimpiai évében történt ez a sérülés, és lehet azt mondani, hogy így a hold időszakban. A nyári időszakot tekintve a VB-t említetted, ez a fő verseny, gondolom. Így van, de addig még nagyon sok hazai versenyem lesz. Így, hogy lesérültem, így a Békés Csabai Országos Bajnokság lesz az első versenyem, illetve utána rögtön megyünk majd Podjabrádóba egy világkupára, és hát onnantól kezdve elindult a nyári versenysorozat, nagyon sok szuperligás hazai versenyem lesz, és a fő versenyem a Londonban megrendezésre kerülő felnőtt világbajnokság, ahol szerintem 50 km-en fogok indulni. Ez lett volna a következő kérdés, mert már egy ideje kacérkodsz az 50 km is, ugye a kettő együtt nem megy, úgy tűnik, hogy akkor váltasz a hosszabb távra. Igen, úgy döntöttünk Józsibe, hogy ez az év ez tökéletes arról, hogy nemzetközi verseny is kipróbáljam ezt az 50 km-es távot, és így, hogy a tavalyi év nagyon jól sikerült, ebbe az évben ezt megmerjük kockáztatni, illetve a hosszú távú cél az, hogy a tokiói olimpián is 50 km-en induljak, ezért már időben el kell kezdeni ezt a fajta versenyzést, ki kell tapasztalni mindenféle kis apróságot, például a frissítéstől kezdve a melegítésen át, a taktikáig, mindent. Felkészül egyben, más igényel az 50 kilométer, mint a 20 kilométer, mert ugye említetted már a verseny mindenképp más, tehát nem 2,5-20 kilométerről van szó, hanem egy egészen más verseny kell felépíteni, de a felkészülés változik-e? Csak annyiban, hogy kicsit hosszabbak az edzések, tehát eddig a napi átlag kilométerem ilyen 20-25 km volt, most ez így 30-35 km-re tolódik, illetve nem olyan intenzív, mert nem olyan gyors, viszont hosszabb és nagyobb állóképességet igényel. Hazai pályán szenvedett vereséget a listavezető BKG Prémiese csapatától a Sanyse együttese. A nyíregyháziak 91-60-ra kaptak ki a vendégektől. A csapatedzője Kovács Tibor, a Krúdi együttesével egy diákolimpiai országos elődöntőn vett részt, meccseltél. Milyen volt? Nyilván szokatlan, mert hogy én nem meccselek, bár mindig ott ülök a kispadon a csapat mellett, és nyilván látom, hogy mit játszanak, hogy játszanak, ki mire képes. Ezt úgy meg tudom ítélni. Aktív a figuráknak a forgatása, használata, az azért még nem megy annyira. Bár azt gondolom, hogy nagyon szépen feljöttünk 5 pontra is a második félidő elején, a harmadik negyedben, de sajnos utána volt egy rövid zárlat, illetve taktikát változtatott az ellenfél is, és nagyon nehéz volt, illetve nagyon tartalékosan álltunk fel. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 7-8 emberrel kellett forgatnom most a mérkőzést, és ez így látszott is, és érezhető volt, hogy a végére elfáradtak. Úgyhogy a dicséret megilleti a fiúkat, mert végig kitartottak, ameddig az energiájukból tellett. Ez egy nagyon erős csapat volt. Egy győzelem, egy vereség eddig az idei mérleg. Mik a tervek a folytatásra? A szezon mérleg az jobb, de az idei mérleg ez igaz, hogy 2017-ben. Nyilván van még most egy erős mérkőzésünk, hiszen most a listavezető csapat volt, akik ellen játszottunk. Jövő héten egy újabb debreceni csapat ellen, ők talán a másodikok a tabellán most, úgyhogy ez is egy nagyon erős mérkőzés lesz. Majd ezt követően olyan meccsek, ahol idegenben vagy kevés ponttal nyertünk, vagy még nem nyertünk, és elveszítettük az idegenbeli mérkőzést, és azt kell hozni
dolgozni itthon, úgyhogy vannak termek, a Cegléded, Békés Csabát, stb. Ezeket meg kell fognunk itthon mindenképpen. És vannak kötelező, amelyeket be kell húzni, ez a mezőköves például, úgyhogy ezek mind-mind nehéz meccsek lesznek. Ez a második szezonja a csapatnak, hogy veszitek észre, kezdik-e megismerni, most már az együttes megvan az a tisztelet, ami azért kijár mindenkinek. Igen, bár szerkezetileg jelentősen átalakultunk, tehát tavaly egy sokkal fiatalabb, inkább alacsonyabb szerkezetű, de sokkal gyorsabb csapatunk volt. Most, bár ez a mai mérkőzés nem mutatta, hiszen az igazán nagy emberek között sérült is volt, a legerősebb, pont erősebb Farkasinszki ő sérült volt, de megváltozott teljesen a csapat szerkezete, és az átlag életkor is egy kicsit emelkedett. Ez azt jelenti, hogy sokkal érettebb játékosok vannak, rutinosabb, tapasztaltabb játékosok a keretben, és ez rányomja a bélyegét. A fiatalok pedig rendkívül jól beilleszkedtek, úgyhogy én azt gondolom, hogy most egy sokkal harcosabb, rutinosabb és egységesebb csapatunk van, és összeért most már a tavaszi szezonra. Négy csengeri játékossal a pályán és csengeri edzővel a kispadján játszott két mérkőzés Székelyföldön a Magyar Futsal Liga válogatott. Bár a csapat mindkét találkozón vereséget szenvedett, Szilágyi Sándor edző szerint felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a túrán. Ez a túra tulajdonképpen egy felkérés volt számunkra a túrát szervező csapatvezetőtől és szakmai igazgatótól, Kis Antal és Kozma Mihály uraktól, akik tulajdonképpen létrehozták ezt az egész kirándulást és ezt a két mérkőzést Székelyföldön. Ugye tulajdonképpen egy elismerése volt a Csengerben az elmúlt három évben történteknek futszál terén, és nagyon nagy megtiszteltetés volt nekem is, és a srácoknak is, hogy elmehettünk erre a túrára Székelyföldre. Mind sportszakmai, mind azt mondom, hogy érzelmi szempontból is elég mély nyomokat hagyott bennünk, hiszen a srácoknak és nekem is hatalmas élményt jelentett, hogy címeres mezben magyar himnuszt hallgatva kezdhettünk el egy mérkőzést, és ugye még ráadásként ott volt mellett a székely himnusz mind a két meccsen. Én azt hiszem, hogy a srácokban is nagyon mély nyomokat hagyott ez a két meccs, hiszen láttam rajtuk meccs előtt is, a himnusz alatt, a bemelegítésnél, és sajnos a meccseknek az elején a játékukon is, hogy igencsak megfogta őket ez a helyzet. De azért elmondhatom, hogy a csengeri fiúk sem vallottak szégyent, nagyon jól játszottak, ezt több szakember is elismerte és megjegyezte ott a mérkőzések után. Ugye az is nagyon nagy elismerés, hogy mind a két meccsnek a legjobbját megválasztották a szakemberek. Ugye mi mondtuk, hogy az ellenfélből ki volt a legjobb, az ellenfelek vezetői mondták, hogy nálunk ki volt a legjobb, és az egyik meccsen Pankotai Pistit, a másik meccsen Balog Árpit látták a legjobb játékosnak. Kettőkön kívül ki volt a két másik csengeri játékos még a csapatban? Mellettük Bodó Ricsi és Rigó Attila vett részt a csapat a túrán játékosként. Volt egyébként még egy kis megyei kötődése is a kirándulásnak, hiszen a szakmai stáb mellett tevékenykedő kis menedzser csoportban egy kedves nyíregyházi barátomnak és egykori játékostársamnak a fia Bus, Ivánnak a fia Bus Milán is részt vett a tornán. Hol léptetek pályára és milyen eredményekkel zárultak a mérkőzések? Ugye két meccset játszottunk, azt mondtam, az első meccset Csíkszeredán játszottuk, a MB2-t veretlenül és toronymagasan vezető csíkszeredai csapat ellen, ahol 9-6-os vereséget szenvedtünk. Ezzel a meccsel kapcsolatban van egy kis hiányérzetem, mert ez egy nyerhető mérkőzés volt, hiszen első fél időben szinte végig vezettünk. Sajnos kijött az a rutintalanság, az a drukk a srácokból, amiről az előbb beszéltem, és ott olyan hibákat követtünk el, főleg védekezésben, ami megbosszulta magát, és a hazaiok a lelkes közönségüket buzdítása mellett ezt kihasználták, és megfordították a meccset. A második mérkőzést a sokszoros román bajnok Székely-Udvarhely csapatával játszottuk. El kell mondani a csapatra, hogy 5 román válogatott és egy magyar válogatott játszott a csapatban, tehát az egy más kategória volt, hiszen mi csapatunk MB2-es játékosokból verúvált alakulat volt. Ott ugye 7-2-es vereséget szenvedtünk. Nagyon tanulságos és nagyon-nagyon érdekes meccs volt, mert ugye a fiúk megtapasztalhatták, hogy milyen az igazi profi futszál. Láthatták azt, hogy mennyivel gyorsabbak, mennyivel tudatosabbak a játékosok, és hogy milyen széles a taktikai repertoárjuk a udvarhelyi játékosoknak. De én azt hiszem, hogy 7-2 lett a vége, szégyenkezni valónk nincs. Ugye az én sorom, bocsánat, hogy így mondom, a csengeri sor összesen 1 gólt kapott az udvarhely ellen, tehát a védekezésben azt mondom, hogy meg tudtuk oldani, és sajnos a támadójátékunk egy kicsit hagyott kívánni valót maga után ezen a meccsen. De azért mondom, jól játszottak a fiúk, Kozma Misi,
aki ugye a MLS futsal szakmai igazgatója, és elismerős beszélt a Csengeri srácok játékáiról, úgyhogy én azt mondom, hogy szégyen nem vallottak. Volt még egy fellépése a válogatottnak, meglátogattatok egy áruházat, ajándékot is vittetek. Igen, ugye a hivatalos programban is szerepelt, hogy a Kis Antal úr szervezésében meglátogatjuk a Böjte atyának a szobátlan épített kis árvaházát, ahol hatalmas nagy szeretettel vártak bennünket a gyerekek. Vittünk nekik labdákat, aminek nagyon-nagyon örültek, és még külön a csengeriek is kedveskedtünk egy kis ajándékkal, hiszen a fő támogatónk a Szatmári konzervgyár és a Csengerben működő Szatmári Ízek Kft. Is küldött almacsipszet, konzerveket, rostos ivólevet a gyerekeknek, amit szintén nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel fogadtak a árvaházban lévő gyerekek. Ez is elég megható volt, és elég mély nyomokat hagyott a fiúkba, ugye, mert hát mindenki rendezett családi körülmények közül érkezik, és hát ott láthatták, hogy milyen egy igazi árvaház, mert szerintem nem sokan jártak már benne. Megmondom őszintén, engem is nagyon megfogott, és meséltem is a gyerekeimnek otthon, amikor hazamentem, hogy apa nélkül, anya nélkül tulajdonképpen próbálnak ott nekik normális viszonyokat kialakítani, és tényleg nagyon szép és nagyon rendezett az árvaház, de azért egy teljesen más közegből érkező gyerekcsapatot láthattunk ott. Lesz-e folytatása, vagy esetleg visszaadják-e a látogatást a székelyföldi csapatok? Igen, már vannak tárgyalások arról, hogy pontosan a megyébe látogassanak-e, és büszkén mondhatom, hogy talán Csenger lesz a helyszín, hogy a székely válogatott, vagy valamelyik székelyföldi csapat eljön is. Még nem fix az időpont, de én nagyon bízom benne, hogy valamelyik közeli nemzeti ünnepünk alkalmából vendégül tudjuk őket látni. Beszéljünk egy picit a csengeri futsal csapatról, már túljátok a bajnokság felén. Hogyan szerepeltek, mi az elvárás a hátralévő meccsekre? Jelen pillanatban harmadik helyen állunk, ugye jelentős átszervezések lesznek a futsal bajnokságban, hiszen jövőre a mostani 45 csapat helyett 24 csapatos kétcsoportos MB2 lesz, úgyhogy nagyon nagy harc van a bennmaradásért, a négy csoportnak az első 6 helyezettje fog bennmaradni. Ugye mi harmadikak vagyunk, ülhetnénk hátradőlve, de sajnos nagyon szoros a mezőny, úgyhogy kemény időszak vár ránk, 6 meccs van hátra, 3 hazai pályán, 3 idegenben. Ahogy számogattam, legalább egy 8-10 pontot mindenképpen szereznünk kell, hogy biztos legyen az MB2-es tagságunk. Én bízom benne, hogy sikerül elérni a célunkat, és továbbra is ki tudjuk szolgálni a környék egyik legnagyobb számú és leglelkesebb közönségét. A februári átigazolási időszakban valószínűleg egy játékosunk távozni fog, de ennek én nagyon fogok örülni, mert elmondhatjuk azt magunkról, hogy 3 év után MB1-es játékost is adhatunk a magyar futszának, hiszen nem titok, hogy Pankotai Pisti a Dunaferhez megy próbajátékra, és valószínűleg Fehér Zsolt, aki egyébként a magyar válogatott pályedzője, el tudja képzelni őt a Dunafer NB1-es tavalyi második helyzet most is dobogós helyen álló csapatában. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.